Nemzetbiztonsági törvény. Megkongatták a civil szervezetek a vészharangot, hogy az ukrajnai háború árnyékában olyan új nemzetbiztonsági törvény készül, amely Románia putinizálódását készíti elő. Johannis államfő szerint erről szó sincs. Sepsiszent György. Idén lenne 50 éves Vaszi Jánoska, aki abban a robbanásban vesztette életét, amely a sepsiszentgyörgyi Vitéz Mihály szobor mellett következett be 1984. június 5-én. Idén szobor készül az ártatlan áldozat emlékére. Tanügy. Román nyelv szóbelivel rajtolt az érettségi vizsga, melyre nem csak idei végzősök, de az előző évfolyamok végzősei is jelentkeztek. Ugyanakkor az idei végzősök több mint negyede nem akar az idén érettségizni. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Aggodalmat keltett az új nemzetbiztonsági törvény kiszivárogtatott tervezete. Többen azt állítják, hogy ebben alkotmány és demokrácia ellenes előírások vannak. Klaus Janis államfő, akit az újságírók szembesítettek a tényekkel, csak magyarázkodni tudott. A legutóbb 1990-es évek elején módosított nemzetbiztonsági törvények aktualizálását a Románia szomszédságában zajló háború tette szükségessé. Erről Florin Cîțu szenátusi elnök beszélt márciusban. Május elején új állandó parlamenti szakbizottságot hoztak létre, amelynek egyebek mellett a nemzetbiztonsági törvény megvitatása lesz a feladata. Nikolaj Csuka miniszterelnök május 27-én bejelentette, hogy az új jogszabályt már kidolgozták. Mielőtt azonban a kormányasztalára került volna, a tervezetet kiszivárogtatták a sajtónak. Ebben több kifogásolható előírás szerepel, mint például, hogy a természetes és a jogi személyek is kötelesek kérésre támogatni a szeréit a feladatai teljesítésében, és ezt titokban kell tartaniuk. Továbbá a szeréi igazgatója nem köteles beszámolni a parlamentnek a hírszerző szolgálat tevékenységéről. A szeréi kizárólagos illetékességet kap a lehallgatások terén, az így szerzett bizonyítékok pedig felhasználhatók lennének a bíróságokon. Nem utolsó sorban, ha a legfelsőbb védelmi tanácsban nincs konszenzus, akkor az államfő egy személyben hozza meg a döntést. Az ügyben az újságírók megkérdezték az államelnököt, akinek láthatóan arcára fagyott a mosoly. Amennyiben a tervezet első piszkozatában vannak olyan dolgok, amelyek nem helyesek, természetesen ki fogjuk javítani őket. Senki nem akarja visszaállítani a régi szekuritátét, sem pedig megsérteni az emberi jogokat. Ezek csak spekulációk, és az sem helyes, hogy az információ eljutott a sajtóhoz. De már túltettük magunkat ezen. Személyesen foglalkozom majd azzal, hogy ahol a jelenlegi piszkozatban olyan dolgok vannak, amelyek nem felelnek meg a mai kor követelményeinek, azokat kijavítsuk. Hozzátette, tudják már, hogy kiszivárogtatta ki az információt, és, mint fogalmazott, az illető nagyon rosszul tette, amit tett. A civil szervezetek szerint a nemzetbiztonsági törvény abban a formában, ahogy az első változatban olvasható, Románia putinizálását teszi lehetővé. Aláírták az első olyan szerződéseket, melyeket a helyreállítási terv révén finanszíroznak. Országos szinten közel 1500 finanszírozási projektet nyújtottak be. Ünnepélyes keretek között írták alá ma a Viktória palotában az első, az országos helyreállítási tervből finanszírozott projektekre vonatkozó szerződéseket. A Fejlesztési Minisztérium RMDSZ-es vezetője Cseke Attila összesen 7 szerződést írt alá helyi, illetve megyei önkormányzati vezetőkkel, amelyeknek összértéke meghaladja a 92 millió lejt. Országos szinten 1437 finanszírozási projektet nyújtottak be, amelyekre a rendelkezésre álló keretösszeg 2 milliárd 400 millió euró. Kiemelném azt is, hogy a projektek benyújtásának a folyamata teljesen átlátható módon, korszerűen egy digitális platform segítségével történt. Éppen ezért gratulálok a miniszter úrnak, hogy mindezt lehetővé tette, hiszen ezzel az eljárással nem csak azt bizonyítják az állami intézmények, hogy átlátható módon tudnak dolgozni, hanem azt is, hogy korszerű procedúrákat tudnak gyakorlatba ültetni. Hozzátette, a kormány most már a második finanszírozási hullámban benyújtott kérelmeken dolgozik, amelyeket majd megküldenek az Európai Bizottságnak. A kabinet azt tervezi, hogy év végéig 10 milliárd eurót hívjon le a helyreállítási terv keretében rendelkezésre álló közel 30 milliárd eurós keretből. Június közepén kezdődik az alapélelmiszerek és melegétel vásárlására használható utalványok kiosztása, jelentette be az európai alapokért felelős miniszter.
No, a minisztérium május végén arról értesítette az érintetteket, hogy június 1-től kezdődően kapják meg az utalványokat. A bonyolult eljárás késlelteti a folyamatot. Egy újabb ígéret be nem tartása kapcsán kérdezték meg Márcsél Bolos európai alapokért felelős minisztert az újságírók, hogy milyen információi vannak az 50 euró értékű voucherek kiosztásáról, tekintve, hogy a Román Posta vezérigazgatója hétfőn azt mondta, hogy a kártyák még nem jutottak el az intézményhez, így nem tudták elkezdeni kiosztani azokat. Korábban június 1-ére ígérték a kiosztás kezdését. A miniszter szerint a Román Posta vezetőjének tudnia kellett volna, hogy jelenleg az utalványok nyomtatása zajlik. A folyamat lezárása után küldik át a kártyákat a Román Postának, közölte. Többször hangsúlyoztam, hogy összetett folyamatról van szó. Első fázisban ki kell nyomtatni, majd kiküldjük ezeket, és utólag fel is töltjük. Gondolják csak el, hogy 2.581.000 kedvezményezetről van szó, akik várják ezeket az utalványokat. Az 50 euró értékű utalványokra azok a családok jogosultak, amelyekben az átlagos havi bevétel nem éri el a 600 lejt, ha két szülő legalább két gyereket nevel, illetve az egyszülős családok esetében. Ugyanebben a támogatásban részesülnek azok a nyugdíjasok, akiknek a havi juttatása nem éri el az 1500 lejt, a garantált minimális jövedelemben részesülők és a fogyatékkal élő személyek is. 10 közép, illetve kelet-európai uniós tagállam, közöttük Románia és Magyarország is, levélben kérték az Európai Bizottságtól, kezdeményezze a vakcinák beszerzésére vonatkozó szerződések újratárgyalását. Míg tavaly még a koronavírus elleni vakcina hiánya okozott gondot, most túl sok az oltóanyag. A kifizetésük megterheli az állami költségvetéseket. A járvány kezdetekor az Európai Bizottság 4,2 milliárd dózisnyi oltóanyagot kötött le, ami majdnem a 10-szerese az EU lakosságának. Noha a pandémia visszahúzódóban van, a szerződések értelmében a gyártók továbbra is szállítják a lekötött mennyiséget. Románia 2022-23-as időszakra mintegy 105 millió adagnyi oltóanyagot igényelt. Ez elegendő arra, hogy a mintegy 18 millió lakos 5 adagnyi oltást kapjon, olyan körülmények között, hogy a jogosultak fele egyetlen adagról sem akar hallani. Elkezdődött a népszámlálás második szakasza. Júniusban számláló biztosok keresik fel mindazokat, akik nem éltek az önkitöltés lehetőségével, vagy hiányosan töltötték ki a kérdőívet. A tudnivalókat Barna Gergő kampánykoordinátor ismertette. A népszámlálás önkitöltéses szakaszát követően azokat, akik egyáltalán nem vagy hiányosan töltötték ki a kérdőívet, előbb-utóbb felkeresi egy számláló biztos. Barna Gergő, a kampány RMDSZ-es koordinátora híradónknak elmondta, elsősorban valamennyi háztartásban élő személyi számára lesz szükség. Emellett érdemes tudnunk a ház vagy a lakás építésének évét, valamint a szobák összfelületét. Azok, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, meg kell adják, hogy mikor, hol és milyen szakot végeztek. Azt is érdemes tudni, hogy a kiskorúak esetében, tehát a 14 év alattiak esetében mindenképpen a szülő vagy a törvényes gyámnevelő kell válaszoljon, de ugyanúgy fontos az, hogy az ő esetükben is el kell mondani az etnikumot, az anyanyelvet és a fenekezeti hovatartozás, sőt még a csecsemők esetében is, ha például nincsenek még megkeresztelve, vagy még nem beszélnek, attól még lehet anyanyelv. Hozzátette, nagyon fontos az etnikumra, az anyanyelvre és a felekezeti hovatartozásra is válaszolni minden személy esetében. A megkérdezettnek pedig joga van ellenőrizni, hogy a biztos azt a választ jelölte be, amit mondtak neki. Arról, hogy egy adott településen a számláló biztosok éppen melyik negyedben, utcában hol tartanak a lekérdezéssel és mikor számíthatnak az érkezésükre, a helyi polgármesteri hivatalokban lehet érdeklődni. Emellett reggel 9 és este 20 óra között továbbra is hívható a magyar nyelvű telefonos ügyfélszolgálat a képernyőn látható telefonszámon, vagy tájékozódni lehet a népszámlálás.ro honlapon. 1984. június 5-én bomba robbant a Sepsiszentgyörgy központjában álló Mihály Vitéz szobor sarkánál. A merényletben egy 12 éves kisfiú, Vaszi Jánoska életét vesztette. Az elkövető személye máig ismeretlen. Hogy Vaszi Jánoska emléke ne merüljön feledésbe, szobrot emelnek a tiszteletére. E kapcsán tartott sajtótájékoztatót Antal Árpád polgármester.
Idén lenne 50 éves Vaszi Jánoska, de 12 évnél több nem adatott neki. Egy máig ismeretlen indítékú robbantásban lelte értelmetlen halálát. A 38 évvel ezelőtti történtekről ma sem tudni semmi biztosat. Az esetet kivizsgáló Securitate titkosította a dokumentumokat, ezekhez azóta sincs hozzáférés. A robbantásért senkit nem voltak felelősségre, a város magyar lakosai provokációnak tartják az esetet. Vaszi Jánoska szülei úgy hunytak el 6 évvel ezelőtt, hogy nem sikerült megtudniuk, ki volt a felelős fiúk haláláért. Úgy gondolom, hogy ez a városnak egy adóssága Vaszi Jánoska irányába, ő a kommunizmus egyik áldozata, és hát most jutottunk el oda, hogy különböző engedélyeket is beszerezve, itt ezen a helyszínen fel fogunk állítani a következő hetekben, hónapokban egy emlékművet. 1982-ben a párt utasításait követve a helybéliek megkérdezése nélkül állították fel Sepsiszentgyörgyön Vitéz Mihály havasalföldi vajda szobrát, az akkori hatalom homogenizációs törekvéseinek szimbólumaként. Hogy a robbantás a hatalom ellen irányult-e vagy provokáció volt, azt máig homály fedi. Puskás Attila volt politikai fogoly szerint, akit akkor a robbantás kapcsán ki is hallgattak, mindenképp provokáció történhetett. Bukaresti Securitate és ezredes tőlem azt legtöbb kihallgatottól elkérdezte, hogy mit gondol, hogy provokáció volt. Őket az érdekli, hogy ez rossz előjel lenne a Securitate számára, hogy ilyesmivel foglalkozik. Úgyhogy ezt megcáfolni, ha kérdezték, nem tudjuk, mert hiszen mindenki ezt beszélte. Az emlékmű Sárpátky Zoltán szobrászművész non-figuratív munkája. Vörös andezitből és fekete bazaltból készül. Vaszi Jánoska születésének 50. évfordulóján tervezik a felavatását. A szobor mellett QR-kód is kihelyezésre kerül, melyen keresztül nem csak információkhoz juthatunk, de letölthető lesz az Emlékmű helyett című dokumentumfilm is. Hétfőn a magyar diákoknak pünkös miatt kedden megkezdődött az érettségi vizsga. A vizsgára országszerte több mint 126 ezer végzős diák iratkozott fel. Az idei végzős évfolyam diákjainak 26%-a döntött úgy, meg sem próbálja megszerezni az érettségi oklevelet. Országos szinten megkezdődött hétfőn az érettségi, a 12-esek tudását előbb kompetenciavizsgák sorozatával mérik fel. Június 6-a és 8-a között a vizsgázók román nyelv és irodalomból szóbeliznek. Június 8-án és 9-én az anyanyelvi kompetenciák, 8-a és 10-e között a digitális kompetenciák, 14-e és 16-a között pedig egy idegen nyelv ismeretének felmérése zajlik majd. A Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban a pünköst hétfő miatt ma kezdték meg a vizsgáztatást, mondta Jakab Tünde igazgatóhelyettes. A mi iskolánkban mi 199 diák fog érettségizni, ma 119-en fognak szóbelizni román nyelv és irodalomból. Holnap egy kicsit nehezebb napunk lesz, mert vizsgáznak román nyelv és irodalomból, akik ma nem vizsgáztak, illetve hogy elkezdjük a magyar nyelv és irodalom szóbeli vizsgákat is, illetve a számítástechnikából is lesz egy osztályunk, aki már holnap vizsgázik. Ha a kompetenciavizsgák nem is igényelnek nagy felkészülést, az írásbeli vizsgákra már hónapokkal korábban nekiálltak tanulni, tudtuk meg a diákoktól. Azt is elmondták, legtöbbjüknek a román érettségi okozza a legnagyobb fejtörést, ami egyáltalán nem meglepő a magyar végzősöknél. Igazából a román, nem azért, mert nem tudok románul, hanem mert a hármas tétel az nagyon nagy felkészülést igényel és magolást. Talán a román az, ami úgy egy kicsit nehezebbnek tűnik, vagy amitől úgy jobban izgulunk a legtöbben, de ezzel se lesznek nagy gondok. Az írásbeli vizsgák sorozata június 20-án kezdődik a román nyelv és irodalommal. Június 21-én a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 22-én a választott tantárgyból, 23-án pedig anyanyelvből írásbeliznek a diákok. Az idei nyári érettségire összesen 126.454-en jelentkeztek Romániában, közülük 111.329
Debrecen ebben az évben végezték el a líceumot, 15.125-en pedig korábbi évfolyamok végzősei. Országos szinten több mint 40 ezer diák nem iratkozott be az érettségire. Az elmúlt 4 év adatait figyelembe véve a legtöbben idén döntöttek úgy, hogy nem méretkeznek meg a nyári szesszióban. Oktatási kampánnyal próbálja felhívni a figyelmet az online bűncselekmények veszélyeire. A Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság, a Román Rendőrség és a Román Bankszövetség. A kampány során egy kvíz segítségével tanulhatnak a felhasználók. A Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság, a Román Rendőrség és a Román Bankszövetség partnereikkel elindítják a digitális oktatási kampányuk 3. szakaszát, Stop Malware, az online biztonságot tőled függ néven. A kampány célja a számítógépes bűnözés megelőzése, illetve a figyelem felhívása a rossz indulatú szoftverekre, zsaroló programokra és az egyéb online bűncselekmények veszélyeire. Practic, utilizatorul poate intra pe site-ul siguranțaonline.ro și se poate testa. Alapvetően a felhasználó bejelentkezhet a siguranțaonline.ro weboldalra, tesztelheti, hogy mennyire felkészült a csalással vagy rosszindulatú oldalakkal szemben. Részt vesz egy kvízben és kap egy értékelést. Természetesen minden kvíznek vannak bizonyos típusú üzenetei, amelyek lehetnek legitimek vagy illegitimek, és az üzenetben lévő bizonyos nyomok alapján kell azonosítani, hogy az üzenet legitime. A kampány célközönsége az internet és a digitális eszközök kiberkockázatnak hitett egyéni felhasználói és a vállalkozások. Este important ca publicul atât din sfera privată. Fontos, hogy a lakosságot mind a magánszférában, mind a szervezeti és kormányzati területen tájékoztassák a kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről. A Microsoft 2021. októberében kiadott tanulmányában megállapították, hogy a támadások 98%-a hatékonyan leküzdhető kiberhigiéniai intézkedésekkel, többszörös hitelesítési tényezővel, illetve a termékek alkalmazási szolgáltatásainak naprakészen tartásával. A szakértők szerint rendkívül fontos a széleskörű tájékoztatás, mivel különösen a koronavírus járvány alatt rendkívül megszaporodtak az internetes átverések. Az európai országok zömében június 1-től teljesen szabaddá vált az út a nyaralók előtt, ugyanis minden járványügyi korlátozást eltöröltek. Ez azt jelenti, hogy elegendő az érvényes úti okmány, hogy elinduljunk választott üdülőhelyünkre. Zsúfolt turista szezonra számíthatunk, hisz a koronavírus miatt bevezetett korlátozások eltörlése után mindenki világot akar látni. Bár az elmúlt hónapokban rekordszámú foglalás történt az utazni vágyók részéről, mindenkiben maradtak kétségek, hogy mikortól és milyen feltételekkel lehet majd utazni, ami a járványügyi szigorításokat illeti. Számukra megnyugtató lehet, hogy az európai országok többségében teljesen eltörölték ezeket az intézkedéseket. Most, hogy néhány napja tényleg minden, akár európai országok is bejelentették, hogy semmiféle intézkedés nem kell, azon kívül, hogy egy érvényes úti okmányunk kell legyen, és tudunk utazni szabadon, nem kell oltás, nem kell PCR-teszt, nem kell antigénteszt. Egyre jobban nőnek a kérések száma, már látjuk a forgalmat az irodában is, tehát, hogy folyamatosan jönnek, kérik azokat az úti célokat, ahova esetleg eddig valamilyen szigorítás volt. Hozzátette, a járvány alatt sok olyan érdeklődővel találkoztak, akik nem rendelkeztek oltási igazolással, és még a nyaralás kedvéért sem voltak hajlandók beoltatni magukat, ezért folyton követniük kellett, hogy egy adott országban milyen feltételek szerint fogadják a turistákat. Kiemelte, mostanra már a repülőjáratok is visszaálltak, azonban egyes repülőtereknek problémát is jelent az óriási forgalom, hiszen az utóbbi 2 év alatt sokan felmondtak vagy elbocsátottak alkalmazottakat, és a hiányos személyzet jelenleg nem győzi a munkát. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy az utasok száma folyamatosan növekszik, ami biztos jele annak, hogy végre magunk mögött hagyhatjuk a koronavírus járványt. Ünnepélyesen elhelyezték a Sepsiszentgyörgyi Ipari Parkban az Eurotrade Group nagy beruházásának alapkövét. A zöldmezős beruházás egy ipari létesítmény megépítését feltételezi, és a cégcsoport romániai tevékenységének központjaként fog működni.
Az 1990-ben alapított Eurotrade Kft. A legrégebbi szakmai múlttal rendelkező járműkereskedelmi vállalkozás Magyarországon. A cég 16 éve van jelen Erdélyben, a Sepsiszentgyörgyi beruházás értéke megközelíti a 3 millió eurót. A befektetés 25%-át a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Non-Profit Kft. Állja, a fennmaradó 75%-ot a cégcsoport saját forrásból fedezi. A nagyhosszú jármű kereskedelemhez szükséges infrastruktúra kiépítését végezzük, irodaházakkal, vizsgasorral, haszonjármű szervizsorokkal. Ez az új bázis lesz az alapja az erdélyi, illetve a romániai üzleti terjeszkedésünknek az Eurotrade csoport részéről. Az alapkőletételen jelenlévő Antal Árpád András polgármester elmondta, 2010 óta Háromszéken mintegy 6000 új munkahely létesült. A mostani beruházás Románia és Magyarország számára is fontos. Meggyőződésem, hogy a két ország közti gazdasági kapcsolatoknak az élénkítése az a két ország közti politikai kapcsolatokat is elősegíti. Mindannyiunknak az az érdeke, hogy Románia is és Magyarország is sikeres legyen. Nekünk az az érdekünk, hogy Székelyföld, Háromszék, Sepsiszentgyörgy sikeres és versenyképes legyen. Németh Zsolt, a Magyarországgyűlés külügyi bizottságának elnöke felszólalásában kiemelte, a magyar kormány Románia sikerében is érdekelt, hiszen az Európai Uniónak csak akkor lesz jövője, ha a nemzetek összefognak, és a gazdaságpolitikában is segítik egymást. A létrejövő járműkereskedelmi bázis 40 munkahelyet teremt. Perek szimulálásán vehettek részt a székelyudvarhelyi Tamási Áron gimnázium diákjai a helyi bíróságon. A Légy ügyvéd az iskolában program révén kipróbálhattak minden olyan szakmát, ami a jogi pályához kapcsolódik. Hat osztály látogatott már a Székelyudvarhelyi Bíróságra és nyerhetett betekintést egy per kulisszatitkaiba. Emellett a gyerekek kipróbálhatták azt, hogy milyen az, hogyha valakinek a sorsa felett döntenek, milyen az, amikor meg kell valakit védeniük, de a vádlott szerepébe, illetve az ügyész szerepébe is bepillantást nyerhettek. Nagyon-nagyon fel vagyok dobódva a mai nap után, ugyanis láttam a gyerekek szemébe és a viselkedésükön, hogy mennyire tetszik nekik ez az egész játszma, úgymond játék. Főleg azért, mert ők maguk az eset tanulmány, volt egy ilyen rövid eset, aminek úgymond a szövegét előre odaadtuk nekik, és készülhettek. Ők maguk közt döntötték el, hogy kik lesznek a bírók, kik lesznek az ügyvédek, az ügyészek, és látszott a lelkesedés, amivel jöttek, és mindenki próbálta végezni a munkáját, tehát nagyon-nagyon aranyosak voltak. A diákok képzelő ereje és a különböző helyzetekhez való hozzáállása olykor őket is meglepte, hisz olyan érveket, védőbeszédeket hallhattak, amelyekre nem számítottak, tette hozzá az ügyvédnő. Úgy véli, jó volna, ha a jogi nevelés bekerülne a tantervbe és tanítanák az ország iskoláiban, vagy akár különböző programokon belül elmagyaráznák a diákoknak, hogy milyen jogaik vannak. Ugyanakkor betekintést nyerhetnének a jogi szakmák valamelyikébe. Ez a projekt egy társadalmi felelősségvállalási projekt, tehát így fogalmazták meg és így valósították meg a gyakorlatban. A társadalomnak most mindkettőt meg kell nyernie, rövid távon, de hosszú távon is, mert mindenekelőtt aktív polgárokat akarunk, mert ez a célunk, és ahhoz, hogy aktívak legyünk, részt kell vegyünk a város életében, ismernünk kell a jogainkat, ismernünk kell az állam hatáskörét, ismernünk kell a szabadságunk határait. Hargita megyéből több iskola vett részt a Légy ügyvéd az iskoládban programban, de a programkoordinátorok abban reménykednek, hogy jövőre még többen csatlakoznak majd hozzá, és nyernek betekintést a jogi szakmák világába. Élvonalban a Marosvásárhelyi VSK. Sporttal folytatjuk. Több éves kimaradás után ismét lesz élvonalbeli férfi kosárlabda csapat a Marosvásárhelynek. Georgia Trip vezetőedző csapata a másodosztály döntőtornáját hibátlanul zárta, így ősztől a legjobbak között indulhat.
Már két nap után biztos lehetett a marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapata, hogy teljesítette a feljutás célkitűzését a hazai pályán rendezett döntőtornán. Első nap a nagyszebeni CSU második csapatát győzte le, másnap pedig a bukaresti Laguna Shark együttesével nyert megnyugtató különbséggel 88-67-re. A csapatkapitány Santa Szabolcs szerint azonban csak látszott, hogy könnyű lett volna a meccs. Az eredmény az mutassa, hogy könnyű volt. De ezt csak mi éreztük a pályán, hogy épp annyira könnyű nem volt. Megint a külső tényezőkkel bajlók, újból nagyon meleg volt, de nekik is ponton meleg volt, szóval ez nem kifogás. De újból hoztuk a kötelezőt, szerintem elvégre mind a két nap sima győzelem volt. Elértük az első célunkat, az, hogy feljussunk. De viszont itt nem állunk, akarjuk az első helyet. Akkor persze még nem tudhatta, hogy az első helyért vívott döntő mérkőzést már nem játsszák le. A bukaresti Stinca csapata ugyanis, miután kiderült, hogy minimális az esélye a feljutásra, nem jelent meg a találkozón. Ez azonban nem tudta elrontani a marosvásárhelyiek örömét. Eram favorit. Esélyesnek számítottunk, és boldogok vagyunk, hogy sikerült ezt igazolni, és első helyről jutottunk fel. Ma nem rajtunk múlott, hogy a Stinca úgy tűnik nem akart pályára lépni. Ez nem az én dolgom, mi megmutattuk a pályán, hogy erősek vagyunk, és megérdemeljük. Még ha nem is zsúfolásig, mint a néhány éve játszott bajnoki döntőkön, szépen megteltek ismét a lelátók a marosvásárhelyi sportcsarnokban, így a feljutás örömén a csapat mellett a közönség is osztozott. Ez volt a híradó. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!